Dr. Szőr Anna, jogász, pszichológus a vendégem, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egy pekingi kutatócsoport szerint létezik ilyen, hogy szingli gén. Valóban így van ez? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, létezik ilyen, hogy szingli gén. Egy pekingi kutatócsoport 600 fős mintán diákokat vizsgált, és a hajszálukban megtalált egy olyan DNS mutációt, ami egyértelműen bizonyítja, hogy vannak olyan emberek, akik képtelenek a tartós párkapcsolatra. És ez valóban egy DNS mutáció okozhat egy ilyen szingli, tehát hogy az, hogy ugye az ember csak szingli tud lenni, tehát nem alkalmas úgymond párkapcsolatokra, ez valóban betudható egy DNS mutáció? Van, aki azt mondja, hogy nem, van, aki azt mondja, hogy igen. Uh-huh. Tehát óriási vitát váltott ki ez a kutatási eredmény, mint annak idején a homoszexualitás génje is. Igen, csak ebbe azért nem menjünk bele, mert akkor nagyon elvinnénk erre az irányba a beszélgetést. Nagyon sokan azt mondják, hogy ezt csak azért találták ki, hogy igenis rombolják a családokat, ne legyenek házasságok, ne legyenek élettársi kapcsolatok. Én azonban mégis egyetértek azzal, tudnélik vezetek egy gyermekes társkereső szolgálatot, és nagyon sokan megkeresnek azzal, hogy rosszul sikerült az első házasságuk, második házasságuk, majd néhány élettársi kapcsolatunk, és nem tudják, hogy kibe van a hiba, bennük vagy a párjukban. Ez a nem hiba, ez egy DNS mutáció, ami hat a szerotonin anyagcsere zavarára. Na most azt természetesen elmondjuk a kedves nézőknek, hogy a szerotonin hormon felelős a boldogságért, az örömérzetért, és hogyha ez a nem megfelelő mennyiség van a szervezetben, akkor akár depresszió is kialakulhat, de hogyha nem depressziós valaki, mindenképpen befolyással lehet a kötődési képességre. A szerotonin elsősorban azért a kötődést úgymond határozza meg, nem? Hiszen igen, az oxitocin felel a... endorfin, igen, és igen, a szerotonin, ez a három dolog felel az örömérzetért. Ugyanakkor, aki depressziós és antidepresszánsokat szed, a szerotonin pótolja a szervezet az antidepresszáns. Tehát azért mondom, hogy nyilván itt egy nagyon komplex dologról van szó, hiszen beszélhetünk arról nagyon hibásan, hogy önhibájángli, vagy önhibájából szingli. Én nagyon nem szeretem ezeket a kifejezéseket, hiszen ez akár lehet egy döntés kérdése. Nem lehet akár az úgymond, hogy a neveléstől, tehát a gyerekkorban hogy nevelték? Minden lehet, beszélhetünk arról, hogy van, aki egykeként nő fel, és nem szokott a közösségi léthez. Beszélhetünk arról, hogy ahol három gyerek van, a középső gyerek nem kap elég figyelmet, és ki követeli magának azt, hogy igenis most én legyek a főszempont, kényeztetem magam, mindent megadok magamnak, és szingliként akarom leélni az életemet. Tehát nyilván több faktoros ez a történet. Ha genetikailag, és én bocsánat, a genetikus vagyok, mert amúgy pszichológus és jogász vagyok, de 2 évet elvégeztem az orvosi egyetemen, és nagyon szeretem a genetikai magyarázatokat, tehát azért is érdekelt nagyon ez a téma. Én úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen genetikai meghatározottság, nyilván mindenki nem fog most elrohanni és géntérképet készíteni magáról, de mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, amikor az én társkeresőmben megjelenik valaki rossz házasság és rossz élettársi kapcsolatok után, hogy vajon nem ez a gén dolgozik benne. És még azt sem mondom, hogy hibás gén, tehát nem akarom megbélyegezni a szingliket, hiszen ha belegondolunk, hogy régen valaki elment apácának, hibáztattuk érte? Nem. Elment valaki papnak és felvállalta a cölibátust, hibáztattuk? Nem. Azt mondtuk, hogy egy élethivatás. Lehet, hogy bennük is az a szingli gén dolgozott, lehetséges. És azt mondták, hogy nem szeretnének családot, pláne abban az időben, amikor még a családvállalás együtt járt azzal, hogy valakinek mondjuk 8 gyermeke van, hanem inkább elmegy apácának vagy katolikus papnak, és ezzel vállalta a szingliséget, mondjuk ki akkor most már ezt a modern szót. Igen, igen. Ugyanakkor nekem az egyik egyetemi tanárom, dr. Tamási Erzsébet mondta azt, hogy több kutatás is mutatja azt, hogy akik elválnak, tehát akiknek a szülei elválnak, és úgymond az apuka otthagyja a családot, azoknak úgymond a gyerekek 90%-a szingli lesz, tehát nem tud egyszerűen párkapcsolatban élni, mert ott az anyuka folyamatosan azt mondja, hogy nem baj, kisfiam, meg tudjuk mi egyedül is oldani. Igen. Úgymond, amikor az egyik család fő, vagy hát az egyik szülő meghal, akkor pedig az van, hogy úgymond az ember, ugye akinek meghalt az apukája vagy anyukája,
az pedig párkapcsolat függő lesz. Igen. Na most nem tudom, hogy ez úgymond, ezeknél az embereknél is meg kéne úgymond vizsgálni ezt a gén létezését. Persze, hát azért mondom, hogy géntérképet nem tudom mindenkinél csinálni, és két dologból eredhet minden szinte. Egyik a genetika, a másik pedig a gyermekkor, a gyermekkori élmények, a gyermekkori traumák. Ha genetikai beágyazottságról van szó, és valóban egy DNS mutáció, és hangsúlyozom, nem génhiba, hanem a szingli gén jelenléte határozza meg ezeket a párkapcsolatokat, akkor én mindenképpen azt mondom, hogy tegyük fel, fogadjuk el ezt a tényt, hogy ez létezik. Valaki annyira alkalmatlannak érzi magát, akkor gondolkodjon mingliségben. És akkor ezzel szeretnék még egy fogalmat bevezetni, ha a kedves nézők ezt nem ismernék esetleg, mert sokan a mingli párkapcsolatokat, mert nagyon sokszor azt hiszik, amikor leírom a cikkeimben, hogy egy elírásról van szó. Nem, a mingli... Igen, a mingliség az voltaképpen monogám, szabadidős partnerséget jelent, amivel fenn lehet tartani azt az izgalmat, azt a vadászat ösztönét például a férfiaknál, a programszervezést, az intellektuális kapcsolatokra is nagyon jó hatással van, hiszen nem szürkülnek bele a hétköznapokba. Na most kérdezheti a kedves néző ilyenkor, hogy amikor a összetartó erő egy családban a rezsi, a gázszámla, villanyszámla kifizetése, akkor hogy beszélhetünk ilyen nagyképűen a mingliségről? Nyilván ez csak egy társadalmi osztály engedheti meg magának. Persze. Visszatérve egyébként a szingli génekre, érdekes módon C és G típusú géneket mutatott ki ez a pekingi kutatócsoport. Az egyik teljesen alkalmatlan, nem is volt soha párkapcsolata, a másik megpróbálta, de a kötődési képtelenség miatt minden kapcsolata kudarcba fulladt, és egy idő után rájött, hogy talán ez a gén okozza ezt a kudarcot. És ez a gén, akik ilyen génnel rendelkeznek inkább, ők azon kívül, hogy nem nagyon tudnak párkapcsolatot édesíteni, gyermeket úgymond tudnak-e nemzeni, vagy akár akarnak-e nemzeni? Fizikailag biztos, tehát nem ezen múlik, hogyha fizikailag persze. Nem, tehát hogyha az nyilván biológiai adottságokon múlik. Ugyanakkor vágyhatnak gyermekre, de nagyon gyakran előfordul, hogy csak gyermekre vágynak, és párra nem. Tehát mert most már egyre inkább jellemző az, hallom az ismeretségi körben, barátnőim körébe is. Most azon megint vitatkozhatunk, hogy ez egy önző érvelés, vagy nem önző érvelés, mert ők hivatkoznak arra, hogy kifutnak az időből, ketyeg a biológiai óra, hogy egyedül szeretnének gyermeket vállalni. Mert hogy minek nekik ehhez egy férfi, aki történetesen ugye a gyermek édesapja, és tudjuk azt, hogy egy egészséges családban szükség van egészséges, lelkületű édesanyára persze. És édesapára. De ők arra hivatkoznak, hogy mivel minden harmadik házasság, sőt, talán most már minden második házasság válással végződik, akkor így legalább megúszták ezt a válástémát. Na jó, de azért ugye a kapcsolatok is, tehát két ember közötti kapcsolat úgymond a törődésről szól, vagy ugye a kötődésről is. Igen. De most az, hogy ugye valaki szül magának úgymond egy gyereket, akkor azért a gyerekkel is kell törődni. Tehát akkor itt feltehetjük azt a kérdést, hogy törődni fog-e vajon azzal a gyerekkel? Jó anya lesz, vagy nem igen, lesz jó anya? Igen, igen, pontosan. Igen. Eleve lehet-e már jó anya az, aki kizárja a gyermek életéből tudatosan a párt? Igen. Tehát úgy áll hozzá, hogy elég vagyok én egyedül, mert most vegyük azt a nagyon egyszerű kérdést. Tegyük fel, az édesanyja kap egy betegséget, mondjuk. Nem mondok betegségtípus, nehogy véletlen a kedves néző magára vegye, hogy az gyógyíthatatlan, de mondhatnék. Vagy előtti egy autó, még triviálisabb persze, a bármi példa. Baj történik és akkor mi lesz azzal a gyermekkel? Erre szokták mondani, hogy arra is gondoltak, mert vannak keresztülők, stb. Tehát eleve lehet-e jó anya az, aki már önzően áll ehhez a kérdéshez, és képes-e hosszú távon valóban arra, a szerotonin szintje által meghatározva a tartós kötődésre. Igen. Vannak-e olyan erős anyai ösztöneim, hogy igenis ő azt a gyermeket tudja nevelni addig, amíg felnő, majd esetleg még később is menedzselni, ahogy azt ugye elvárt ilyenk egy szülőtől. Hát ezek nagyon jó kérdések, de mit válaszol rá? Szóval ön szerint mi erre a jó? Tehát, hogy egy úgymond szingli génnel rendelkező anya
Hogyan fog, tehát egyáltalán vállalhat egy gyereket? Én azt mondom, hogy ne vállaljon. Ne vállaljon? Tehát, hogyha valaki annak idején olyan egyértelmű volt, amit elmondtam, ez az apáca és ez a pap példa. Ha valaki annyira érzi, hogy ő magányosan szeret élni, nem kényszerűségből, hanem ő választja, önként választja magának azt az életformát, hogy ő egyedül akarja leélni az életét, az ne akarjon magának egy kis játékszert. Ne akarjon. Ne akarjon, mert akkor vegyen egy kis kutyát, tartson egy kis macskát. Annak az életideje 10-15 év, talán annyira még képes, hogy akkor és ez nagyon komolyan mondom, hogy menjen sokat társaságba, legyen emberek közt, de ne akarjon magának a gyerekből játékszert csak a saját önzése miatt. Az teljesen más kérdés, hogyha valakinek sikertelenek a párkapcsolatai, holott képes lenne rá, sokat csalódik, és mégis azt mondja, hogy ő nem akar lemondani a gyermekvállalásról. Én azt maximálisan tiszteletbe tartom, megértem, elfogadom, bár tudom, hogy nem egészséges. De úgy belemenni, hogy valaki tudja magáról, hogy alkalmatlan a tartós kötődésre, és bízik abban, hogy az anyai ösztönei legyőzik ezt a szerotonin hiányt, én ebben nem vagyok biztos, hogy ez jól sikerül. De hogyha véletlenül legyőznék úgymond ezt a szerotonin hiányt, akkor akár képes lenne új párkapcsolatra is. Akár képes lehet, igen. Sőt, nyilván a szerotonint lehet mesterségesen is pótolni a szervezetben. Tehát mint minden más hormont, minden ugye? Más, hiszen az antidepresszánsok erről szólnak. Kérdés az, hogy valaki mondjuk gyógyszerfüggőségben óhajtja leélni az életét, vagy pedig elfogadja, hogy az ő lelkiállapota egy kicsit melankolikusabb, egy kicsit olyan rossz hangulatú, ezt a kötődési képtelenséget elfogadja, és akkor nem kell ezt erőltetni. Egy kicsit eltérünk úgymond a családról, és akkor térjünk vissza erre a szingli létre. Ez a 21. században szerintem egyre többször van jelen, vagy hát egyre több családnál, vagy család úgymond családnál van jelen, hogy akár válással végződik a kapcsolat, vagy egyre több fiatal szeretné úgymond szingliként leélni az életét. Igen. Ez köszönhető úgymond ennek a 21. századi hiper-szuper gyors világnak? Igen, köszönhető a liberalizmusnak, köszönhető a felgyorsult világnak, hiszen hogyha régen egy nő, mondjuk vénlány volt, akkor az egy megbélyegzett fogalom volt. Érdekes, hogy az aglegény már nem. Azt jobban elfogadták, hogy olyan aglegény típus, és aglegényként éli le az életét, de egy nő, ha nem tudott férhez menni, hát az a minősített katasztrófa volt, mondjuk még a nagymamáink idejében. Most egyre elfogadottabb a felgyorsult világban, én azt mondom, hogy ez a Facebook generáció, akik már tényleg úgy létesítenek kapcsolatot, és akkor itt még néhány szót szólnék azért az internetes párkapcsolatokról, tehát azoknak a hibáiról, hogy ha megunjuk el vele, így jutunk csak felfele. Gyakorlatilag ez erről szól, Aldous Huxley-nak az idézete, igen, a Szép új világ Aldous Huxley-tól. Tehát amikor valaki csetel 30 emberrel körülbelül, egy férfi 30 nővel, vagy egy nő 30 férfival, tehát szándékosan itt a nemek egyensúlyát szeretném hangsúlyozni, és nem szeretném nagyon feminista irányba elvinni a témát, majd találkoznak, és totál kudarc a kapcsolat. Jön a következő. Sőt, még az is lehet, hogy nem totál kudarc, de akkor is jöhet a következő. Persze. Na most miért kell valakinek akkor tartós kötődésbe belemennie, hogyha olyan könnyen talál párt másnap? Hát meg habzsolják az élvezetet pontosan, tulajdonképpen. Erről szól pontosan. A 21. század. Bemegyünk a boltba, leveszünk a polcról valamit, és sajnos ugyanez lehet pár keresés szempontjából is. Pontosan, ez a fogyasztói társadalom, és a fogyasztói társadalom legnagyobb hibája, hogy mihez vezet a végén? Kiégéshez. Igen. Kiégési effektushoz, mert nyilván nem normális dolog az, hogy valaki 30-al csetel egyszerre. Persze. Nem normális dolog az, hogy amikor egy társkeresőbe valakit különösen az interneteseket szeretném ezzel megszólni, mert mi offline társkereső iroda vagyunk, és az mi pszichológusi, jogi, pénzügyi tanácsadói szakértelmünkre épül a rendszer. Tehát mi megismerjük az ügyfelet, és nem baktába lövöldözünk, hanem célzottan ajánljuk a párt, tehát azért ebben különbözünk az internettől. Ugyanakkor nincs is 60 ezer ügyfelünk, és erre persze. szoktak hivatkozni. Tehát, hogyha valaki felmegy az internetre, nem normális dolog az, hogy az az élvezet számára, hogy írtak 50-en.
most csak 30-an, bocsánat, ma csak 10, jaj, már akkor nem vagyok olyan csinos, nem vagyok olyan szép. És amikor találkoznak, akkor ha sikerül is az az első randevú, nem biztos, hogy folytatódik, mert meglát az illető hölgy vagy úr valaki mást a neten. Hú, hát egy kicsit eltértünk a szingligéntől, de úgy érzem, hogy ez azért kimeríthetetlen ez a téma sajnos, mondhatjuk azt, hogy sajnos. Sajnos úgyhogy kimeríthetetlen. Akár legközelebb is folytathatjuk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Most pedig köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is, viszont a lehetésre.